Talán megelégeltem akkor, hogy kedvem fanyar, a szám üres. Tele voltam maróókkal, mint szúnyoggal a susogó füzes. Móricz Mátyás versét választotta Kovács Kinga a Fejér megyei Diáknapok vers és prózamondó kategóriájának versenyében, amelynek a Széchenyi István gimnázium adott otthont. Mint mondta, saját maga választotta ezt a költeményt. Mindig a saját agyam után, mert csak azt tudom elmondani, amiben igazából megtalálom saját magam, és amit úgy érzek, hogy el tudok mondani. A zsűri tagja volt Gulyás Herman Sándor, a Bartók Kamara Színház színésze is. Nem az a dolgunk, hogy mindenkinek a lelkét ápolgassuk, hanem az a dolgunk, hogy mi elmondjuk a véleményünket. Néha lehet, hogy nem vagyunk túl kedvesek, bár azt gondolom, hogy ez nem igaz. Remélem, hogy nem igaz. Megpróbálunk mindenkinek olyan dolgot mondani, amiből szerintem tud tanulni. Szintén a Bartók Kamara Színházat képviselte Csadi Zoltán színművész. Ahogy itt most néztem végig ezeket a versenyzőket, így előjött nagyon sok élmény. Kicsit nosztalgiáztam is, kicsit ráismertem olyan dolgokra, olyan hibákra, amiket én is elkövettem gyerekként, szavalóként, az izgulásra, a verselemzések között elkövetett hibákra, és ezzel jó volt így találkozni. Mint azt a zsűri harmadik tagja, Lazók Mátyás színművész elmondta, arra törekednek, hogy megfelelő irányba tereljék az indulókat. Ugye az szokott lenni, hogy meg szoktuk kérdezni a versenyzőket, hogy komolyabban akarnak ezzel foglalkozni, mennyire érdekli őket ez az egész versmondás, esetleg a színészet, és hogyha azt mondják, hogy ők érdeklődnek ez iránt, és esetleg folytatnák e felé, akkor viszont szakmailag elkezdjük őket nyüstölni, és elmondunk pár olyan dolgot, ami nem feltétlenül szimpatikus, de muszáj. Kell. A vers és prózamondó kategóriában több mint 70 diák vett részt a Fejér megyei diáknapokon.